Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Van egy miniszterelnök jelöltje az MSZP-nek, majd meglátjuk 2018 nyarára, hogy ez mennyit ér ez a mondat így önmagában. Mindenesetre a kérdés az az, hogy Molnár Gyula a pártelnökettől most megkönnyebbülte. Jó estét! Ez egy aranyat érő mondat 2018-ban, legalábbis arra számítok. Szerintem jó helyzetben van az a pártelnök, akinek az egyes számú forgatókönyve viszonylag távol még a választásoktól, elkezd életre kelni, tehát én azt mondom, hogy igen, nyugodt vagyok és elégedett. Úgy hírlik, hogy egyhangulag támogatta az MSZP elnöksége Botka jelöltségét, ami hát először egy önjelöltségnek tűnt, és ugye most lett egy mások által is vállalt és nyilvános jelölés. Egyhangulag, de úgy, hogy meggyőztek mindenkit, vagy úgy, hogy beletörődött mindenkit? Mert azért az nem mindegy. Hadd kezdjem onnan, hogy én szerintem mindig ezt mondtam, hogyha engem megkérdeztek, hogy ha az a politikai helyzet van, hogy a szocialista párt maga állít jelöltet, és az a fajta politikai játszma lejátszható, akkor nekünk Botka László az egyetlen jelöltünk. Tehát ebben szerintem nem volt kényszer. Szerintem egy nagyon jó ízű vita volt. A Botka László elmondta azt, hogy mit gondol erről a helyzetről, milyen elképzelései vannak, és én azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon nehezen tudnék felidézni a hangokat, amik kétségeket fogalmaztak volna. Akkor mi volt vita? Nem volt vita. Azt mondja, hogy nagyon jó ízű vita volt. Ezt most olyan nehéz volt kimondanom ezt a szót, de nem volt vita, mert hogyha most nagyon megkérdeznénk a magyar értelmiséget, akkor nem adna nagy esélyt arra, hogy ezt a választást meg lehet nyerni. Mi meg azt gondolom, én erről beszélek fél éve, csak nekem nehezebben hitték el, hogy ezt a választást meg lehet, sőt, meg kell nyerni, és azt mondom, hogy ha van egy csapatkapitány, vagy van egy gólerős csatár, és ez most van, ha mellé lehet rakni egy jó csapatot, és mindezt meg lehet tölteni olyan tartalmat, amit az emberek el is hisznek nekünk, akkor azt mondom, hogy bármi lehet 18-ban, vagy amikor lesz majd választás. Az látszik, hogy Botka László véleménye is változott az elmúlt hetekben. Ugye ő azt mondta akkor, amikor bejelentette, hogy vállalja a jelöltséget, amennyiben ez megkapja a támogatást, hogy azzal, hogy a miniszterelnök jelölt, azzal gyakorlatilag le lehet írni, hogy nem kell előválasztást rendezni, mert fölöslegessé válik. Most viszont ma már arról beszélt, hogy a 106 körzetben meg kell találni a 106 jelöltet, és ez meg kell hallgatni a szavazók véleményét előtt. Tehát ez az előválasztás. Igen, nagyon köszönöm, hogy ezt a kérdést most ön ilyen békésen tette fel. Kiabálva is lehetett volna? Pár órában. Nem, a hangér az tökéletes volt. Az elmúlt pár órában a legtöbbet erre a kérdésre kellett válaszolnom, hogy akkor most itt mi van? Mi is történt itt, hiszen sikerült egy olyan helyzetet előállítanunk az elmúlt napokban, mint hogyha ez valamilyen ilyen fordulópont lenne itt nálunk belül. Hadd kezdjem azzal, hogy amíg egy jelölt van, ott nincs értelme előválasztásról beszélni. Tehát most elindul egy folyamat, például mondjuk a miniszterelnök jelölt esetében, hogy mi ajánljuk a többieknek. Ami a 106 helyet illeti, valóban ezt jól érzékelték ott Botka László bejelentésével, amikor együtt bejelentettük az ő indulását, hogy abban egyetértés van közöttünk, hogy meg kell találni a lehető legjobb 106 nevet, és az, hogy mit hívunk előválasztásnak, vagy hogyan választódik ki abban azon a területen, azt lehet, hogy egyedileg különböző módon kell majd megtennünk. Tehát az a klasszikus történet, amit eddig előkészítettünk, hogy 106 helyen ráhúzzuk ugyanazt a sémát, ettől kölcsönösen léptünk most el, ezt tudom önnek mondani. De azt a sémát kihúzná rá a pártok, mert leülnek egy asztalhoz, mint ahogy most mi ülünk, csak itt ülnek sokan, és akkor mindenki mond egy nevet, és a végén valakiben megállapodnak, vagy valóban az a fajta előválasztás, hogy megkérdezik az ott helyben élő választópolgárokat, hogy ők mit gondolnak erről. Azt hiszem, erről már ennél az asztalnál beszéltünk, hogy amikor előválasztásról beszélünk, pártokon belül szoktuk a nyugat-európai országokba. Ez azért mégiscsak egy pártok közötti választás, sokkal kényesebb dolog. Én most azt mondom, hogy nézzük meg, hogy a 106 helyen egyáltalán hol van vita, hol van olyan kérdés, ami valamilyen formában eldöntendő kérdés, és igen, én azt mondom, hogy nem az asztal körül kell dönteni, hanem kívül kell tudni dönteni. Mi lesz a technikája? Én most azt tudnám önnek mondani, hogy valószínű se az nem lesz, amit mi mondtunk, mint egyik szélső érték, ez a 500 ajánlós gyűjtéses egy hétes szavazásos, de abban biztos vagyok, hogy nem lesz az, hogy valamilyen fajta lájkgyűjtő versenyt rendezzünk ennek. Ez az online szavazás. Ez az online szavazás. Van itt egy egészen érdekes helyzet, ugye Botka Lászlót felhatalmazták arra, hogy tárgyaljon a pártokkal. Az első párt, amelyik nyilvánosan reagált arra, hogy Botka László az MSZP miniszterelnök jelöltje, a DK volt, legalábbis
én ugye nem tudom, hogy önök milyen üzenetet kaptak, de nyilvánosan biztosan ők, amely DK rögtön közölte, hogy üdvözlik, és már küldik is a DK választási programját. Miközben Botka László egyébként arról beszélt, hogy az ő saját választási programját fogja megismertetni a többi párttal. Ilyeneken fog múlni az, hogy lesz-e valamiféle közös miniszterelnök jelöltje az ellenzéknek, közös jelöltjei a 106 választókerületben, hogy ilyen pontokon hogy fognak tudni túlmenni? Igen, hadd mondjam akkor ezt el, hogy a teljes körű felhatalmazást kapott Botka László arra, hogy tárgyaljon, de ugye velem együtt, tehát ebben az ügyben ketten leszünk, sőt, hogyha tartalmi ügyek vannak, akkor még Hiller István neve is ebben a körben fel fog merülni és fel fog kerülni. Ahogy közelítünk idővel a választásokhoz, és egyre élesebb lesz a helyzet, az ilyen típusú egyébként kedves dolgok, azok szerintem háttérbe szorulnak. És ma azt gondolom azért erős ez a történet, mert Botka László vállalta. Egy sikeres polgármesterként az egyik legnagyobb ellenzéki párt támogatásával hátra mögött, hogy ő most hirdet menetrendet, hirdet mondatokat is, programot, és tesz arra javaslatot, hogy hogyan miképpen jussunk el a 106 közös jelöltig. El fogunk kezdeni beszélgetni a pártokkal, amik ajánlatok ebben a szakaszban. Én azt fogom javasolni Botka Lászlónak, ha ezt tőlem megkérdezi, a DK-t hagyjuk a végére. Mert azt gondolom, ez egy nagyon kényes és nagyon izgalmas kérdés. Új helyzet van 2013-hoz képest. Akkor az MSZP messze kiemelkedett a ellenzéki oldalon, és a többi pártnak egyiknek sem volt meg a parlamenti bejutáshoz szükséges 5%-os küszöb. Most az MSZP kisebb támogatottsággal bír, mint 4 esztendővel ezelőtt, és jól láthatóan a mérések szerint a DK a parlamenti párt lenne. Erre kell nekünk egy olyan nyugodt megoldást találnunk, aminek a végeredménye az, hogy le lehessen váltani ezt a kormányt. Jó, én értem, hogy a végére maradjon a DK, de Botka László arról beszélt, hogy olyan listát el nem tud képzelni, hogy Gyurcsány Ferenc neve szerepel, mert arra a választók nem fognak voksolni. Azért ez egy elég erős mondat egy tárgyalás előtt. Előbb-utóbb lekerülni Gyurcsány Ferenccel tárgyalni. Erről beszéltek? Amit Botka László abban az interjúban feltételként szabott, én azt, mint pártelnök, és mint mondjuk ezt a legnagyobb pártelnöke, úgy fogalmaz, ez nekünk célok. Botka László számára feltétel, nekünk célok. Tehát célként fogalmazzuk meg a közös listát, a közös jelölteket és az új baloldali mondatokat. Ami a cikkben egyébként állítások szerepeltek, sok mindennel szívesen vitatkoznék, de ezen már túl vagyunk, nem fogunk rajta vitatkozni. Nem a cikket hagytuk mi jóvá, azt mondta, hogy kezdjünk el tárgyalni. Tehát például ezzel a mondattal nem érte egyet? Ez egy nagyon-nagyon kényes és nehéz pillanata ennek a tárgyalásnak. Én személy szerint azt mondanám önnek, hogy ma ezt nem tudom elképzelni, ezt a helyzetet, de ennek ellenére azt gondolom, hogy lesz egy pillanat, amikor azt a kérdést föl fogjuk tenni, hogy kormányváltás, együttműködés, ki van benne, ki nincs benne. Nagyon sok minden történt a következő néhány hétben, hiszen abban maradtunk, hogy nem fogjuk sokáig ezt húzni. Viszonylag gyorsan megkérünk mindenkit, hogy tegye világos, ebben a folyamatban együttműködőként vesz részt, vagy pedig valamilyen módon saját arculatot épít. Azt tudom önnek mondani, hogy a változást akarók összefogása az egy erő lehet. Aki ebből kimarad, annak meg kell magyarázni, hogy milyen elvi alapon maradt ki. Azzal kezdte, hogy Botka László neve, meg ez a mondat, hogy a miniszterelnök jelöltje az MSZP-nek, ez aranyat ér majd 2018-ban, akkor is, hogyha egyedül kell indulniuk? Akkor biztos, hogy nem. Nincs az a matek a fejében, hogy lehet ezt kisakkozni, hogy különböző pártok ráadott szavazatok majd a végén összeadódjanak és érjen valamit? Nézze, a nagyon-nagyon rossz érzés mindig az, hogy bármikor bejönk egy műsorban, mindig ilyen technológusnak kell lennem, és olyan szívesen lennék politikus, és néha, de a ránk kényszerített választási rendszer, ami a Fidesz számára a legkedvezőbb, ez a győztes mindent visz, ez a háromosztatú politikai térben azt a szükséget veti fel, hogy együtt kell működni. Ne foglalkozunk a Jobbikkal, mert ő egy más politikai kultúra. De miért? Egy kis győztes nem visz mindent. Tehát, hogyha most ne matekozzunk agyon a dolgot, nyilván, de hogyha a jelenlegi helyzet nem ez. A Fidesz kap 25%-ot, és a Jobbik kap 20%-ot, és a kis pártok, meg az MSZP, meg a DK elviszik az összes többit. Akkor na de, lehet az a matek, hogy külön-külön indulva is elértek valamit. De pont ezt akarom mondani, hogy nem. Elértek volna valamit, szerintem ez a kulcs, az azt jelenti, hogy 18-ban vannak a parlamentben, és tudnak valamit csinálni 22-ig. Az
elértek valamit az észelemben, az, hogy leváltották ezt a kormányt. Az pedig ma úgy lehet, hogy a lehető legszélesebb együttműködést össze kell rakni, mert ha ma 10-ből 7 ember változást akar, és ebből mondjuk egy-másfél van Jobbik, a Jobbik szavazó, akkor meg kéne próbálni a többieket egy tömbbe szedni. De ha jól értem, akkor nincs is a fejében az a változat, hogy egyedül is el kell tudni úgy indulni, hogy maradjon esélye az MSZP-nek? Arra még emlékszik, amikor elnöki előtti kampányunk volt, és én voltam az, aki a vasárnapi ebédről beszélt, és sokan támadtak. Az a jelölt, aki az álva meghalunk koncepciót képviselte, az 42 szavazatot kapott az MSZP kongresszuson. Tehát azt tudom önnek mondani, hogy nincs a fejemben olyan forgatókönyv, hogy nagyon nem szeretném, hogyha a politikai realitás abba tolna minket bele, hogy egyedül kell maradni. De akkor Botka László, meg ön, meg Hiller István, hogyha Botka és Hiller kibékültek azóta, hogy itt a választmányi elnöki pozíció kapcsán volt egy kis haddállat kettőjük között a hírek szerint, erre reagál? Nem. Kibékültek? Persze, abszolút. Tehát a politikával létezik olyan helyzet, hogy két ember feláll egymással szembe, az egyik azt megnyeri, aztán utána mennek tovább, és egyiket ezt a szereposztást javasoltuk ezen fél évvel ezelőtt is. Most szerintem egy picit döcögősebben, de kialakult az, amit akartunk. Mondjuk úgy, hogy most már Botka László is beleállt. De elmennek így hárman a DK-hoz, és akkor ott van egy ilyen paksamét a papír, ez a program. És akkor visznek valamit, amit Botka László addigra megalkott, gondolom az önök támogatásával és együttműködésével, és a kettőt össze kell fésülni. És akkor nem is Gyurcsányon vitatkoznak, hanem hogy kinek a programját képviseli a miniszterelnök jelölt. Na most ezen az elmúlt hetekben túl vagyunk, ezen sokat dolgoztunk, és azt tudom önnek mondani, hogy most egy olyan házat építünk, aminek az alapja is szilárd lesz, a falak láthatóak, de nem fogunk vitatkozni a hálószoba színéről, a fűtésről, a padló színéről, mert rájöttünk, ez nem fog menni. Tehát itt olyan széles spektrumot kellene összerakni egybe, amit nem szabad megcsinálni. Csak a DK most miért mondja, hogy küldjük a programot? Sejtem, hogy miért, de ezt most szerintem ne beszéljük végig. Botka László holnap nyilvánosságra fogja hozni az alapvetéseket. Tehát ki fog jönni az, hogy ő milyen Magyarországban gondolkozik. Ezek ön már tudja? Ön már tudja? Igen, hát ezeket elolvastuk. Mi abban a legerősebb? Tehát tudnak mondani olyat, amire felkapják az emberek a fejüket? Azt tudom önnek mondani, hogy olyan alapvetések lesznek, ami ha valaki nem egy virtigli jobboldali ember, hanem egy szociálisan érzékenyen gondolkozó, demokratikusan gondolkozó, valamikor baloldali szavazó azt mondja, hogy ez az. Ez de ugye nem általánosságok. Tehát ez most általános lesz. Ez most, nagyon? Jobb egészségügyet, magasabb színvonal oktatást. Inkább az, hogy olyan típusú alapelvek, ami arról szól, hogy hogyan lehet azt a szűk elit Magyarországa helyett azt előállítani, hogy minél többeknek legyen jó. És akkor utána jövök én, meg jön a mi feladatunk, ebből szemben Hiller Istvánnal, hogy az oktatás, egészségügy, gazdaságpolitika, a közjog kérdésében, gazdaságpolitikában milyen tételeket rakunk össze, és ezekben meg kell találni a legkisebb közös többszöröst, és nem a legnagyobb közös osztót. Tehát el kell jutnunk odáig, hogy ne szétfele vigyünk. Ne azon vitatkozunk, hogy a minimálbérben valaki 125 ezeret mond, másik csak 119.500-at, hogy emiatt szétmenjen ez a dolog, mert van egy sokkal fontosabb cél, le kell váltani ezt a... Nem akarom megkérdezni, hogy összefognak-e a Jobbikkal, hagyjuk ezt, tekintsük, hogyha túl van beszélve. Két egybehangzó, nem tekintető állás. De a Jobbikról végül is csak érdemes egy mondatot váltani, mert lehet, hogy együtt nem, de megkerülni nem tudják, csak legyőzni. Tehát két felé kell győzniük, le kell győzniük a Fideszt Orbán Viktorostól, és le kell győzniük a Jobbikot, úgy, hogy lehetőleg a saját szavazóikat ne elveszítve Jobbikos szavazót is vonzanak magukhoz. Erre van stratégiájuk? Nézze, én megdöbbenve nézem azt az elmúlt időszakban, ami arról szól, hogy a Jobbik tőlünk vesz el szavazókat. Ezen szerintem túl vagyunk. Akit el lehetett tőlünk venni, az ott van a Jobbiknál. Fél éve, egy éve meg sem mozdult a Jobbik támogatottsága, sőt, inkább csökkent. Tehát szerintem ez abszolút nem reális veszély. Ma ez egy háromosztatú politikai tér. A mi osztatunk, önök sokszor kritizálták helyesen, hogy ez túlságosan tagolt, nincs egységes mondani valója. Azon a részen ezek a mondani valók rendben vannak, és van egy hitelességi előny, hogy még nem voltak soha hatalmon, majd persze az ózdiakat meg kell kérdezni, hogy látják ezt a Jobbik történetet. Én nem hiszem el, hogyha én első akarok lenni, akkor nekem a harmadikkal kéne veszekednem, vagy vitatkoznom. Ráadásul bizonyos szempontból örülök és boldog vagyok. Nem, de csak vagyok. Akkor tud első lenni, hogyha a harmadikat is legyőztem. Igen, de boldog vagyok akkor, ha a Jobbik 15-20% körül van, persze akkor csak, hogyha mi közben 25-30%-on vagyunk, mert ez nem tőlünk veszel már szavazót, ez a Fidesztől veszel szavazót. A háromosztott térben pont ön mondta ezt az előbb a kérdésében, és egyetértek önnel, hogy ebben a választási rendszerben gyakorlatilag egy ilyen helyzetben meglepetések lehetnek, és egy jó jelölttel helyben meg lehet nyerni az egyéni körzetet, és ez lesz a kulcs.
stabil lesz az MSZP a következő másfél évben Botka László mögött? Szerintem az elmúlt 26 évünk azt mutatta, hogy két választás között szoktunk csinálni olyanokat, amik nem a stabilitást, nem az egységet mutatják, de amikor megvan a név, akkor össze szoktunk zárni, és most szerintem ez a pillanat van. Én ma ezt éreztem meg a teremben. Akkor megkönnyebbült. Mindenképp. Visszakanyarodtunk az elejére. Igen, köszönöm. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm.